program közül válogathattak az idei gyermeknap csodanapon a Gyergyószent Miklósi gyermekek. A Dancurás-hegyi mentők várták a gyerekeket a Salamon Ernő gimnázium előtt, az érdeklődők többféle tevékenységet is kipróbálhattak. A gyerekeknek tartott vízi busz és őszi madárgyűrűző program mellett június végén a gyergyóalfalvi és borzontigolyák gyűrűzését is megszervezik. Jó estét kívánok! Friss hírekkel jelentkezünk a Fénytelevízióban a héten utoljára. Tartsanak velünk! Június 1-e van, gyermeknap. A Gyergyószent Miklósi Művelődési Központ partnerségben több kulturális és civil szervezettel idén is megszervezte a Szabadidő Parkban a gyermeknap csodanapot. A rendezvény 10 órakor nyitotta kapuit, alig egy óra alatt benépesült a gyermeknapi rendezvény helyszíne. Június 1-e van, gyermeknap. A Nemzetközi Gyermeknapot a világ több mint 40 országában ünneplik. A Gyergyószent Miklósi Művelődési Központ partnerségben több kulturális és civil szervezettel idén is színes programokat szervezett a kisebb és nagyobb gyerekek számára az Építők utcai szabadidőparkban. Már a reggel 10 órai kapunyításra is többen érkeztek, kipróbálták Bence Kata fitness oktatóval a reggeli tornát, majd alig egy óra leforgása alatt teljesen benépesült a tér. Olyan programmal készültünk, amelyek az elmúlt évek során beváltak és közkedveltek voltak a gyerekek által. Idén is megtartjuk azokat a foglalkozásokat, azokat a különböző tevékenységeket, amelyek által egy picit a kreativitásukat is fejleszthetik a gyerekek, de ugyanakkor odafigyelünk és igyekszünk szórakoztató jellegű programokat is kínálni nekik. Nagyon sikeres volt a tavaly az Ismerkedj és fotózkodj munkagépekkel című programunk. Ezt idén is megismételtük, és emellett néhány újdonsággal is készültünk. Lesz retro motorozás egy izs csónakos motorral, és ugyanakkor hátas lovon lovagolni, illetve lovas szekerezni, lovas kocsikázni is lehet. Emellett számos sportot ki lehet próbálni, sportvetélkedőkre is sor kerül, illetve mászófalunk is van, és ugyanakkor azok a különböző szolgáltatások, amelyek a gyermeknaphoz kötődnek, szintén igénybe vehetőek a nap során. Emellett természetesen bábszínházzal, illetve gyerekkoncerttel is készültünk. Olyan partnerünk van, akik egyrészt támogatták a rendezvénynek a létrejöttét, különböző termékek, illetve szolgáltatások által, amelyeket ingyen és bérmentve bocsátottak a rendelkezésünkre, de ugyanakkor ki kell emelnem azokat a partnereket, akik a városunkban működő, illetve a környéken működő különféle civil szervezetek, illetve egyesületek, hiszen ők azt kell tudni, hogy ingyen és bérmentve, saját alapanyagokkal közreműködve vesznek részt ezeken a programokon, és bonyolítanak le programokat, nélkülük a rendezvény szinte elképzelhetetlen és megvalósíthatatlan lenne. Zsibvásár, mászófal, arcfestés, sportvetélkedők, kézműves foglalkozások, munkagépekkel való ismerkedés, fotózkodás, ezúttal is nagy sikernek örvendő programpontok voltak, mint ahogy a Maci Kórház és a Szirénázó szupercsapat is. Két aktívabb program között pedig a gyerekek nagy figyelemmel követték a Halvirágbáb Színház Világszép Nátszál kisasszony című előadását. Indultam útnak. Hová tartok? Hát merre megyek? Jaj! Ihol egy házikó. Lássuk, lakik-e valaki benne. Szerencsés jó napot! Szerencsés jó napot! Szerencsés jó napot! Na, csendesebben, még a végén felébresztett picikémet! Kicsodát! No, már fel is ébresztetted! Jaj, szerencsés jó napot, drága jó öreganyám! Hogy zavarok? Nem haragszik rá? Szerencsét, hogy öreganyádnak szólítottál, királyfi! Mondd csak, hol jársz, ahol a madár se jár? Hát, tudja, drága jó öreganyám, én keresem Kerekföld legszebbik virágát! Világnak szépségét, világnak jóságát! Hát, drága jó öreganyácskám, nem hallott-e rólatám?
Hát, izé, nem hallottam róla. Miau! Mici! Mici! Ó, szemtelen macskája! Szemtelen macskája! A gyermeknap az egyik legrégebbi nemzetközi ünnep. 1925. augusztusában Genfben tartották az első gyermekjóléti világkonferenciát, amelyen 54 ország képviselői vettek részt, amelyek elfogadták és aláírták a genfi nyilatkozatot, és hivatalosan június 1-jét nemzetközi gyermeknapnak tűzték ki. Gyereknap alkalmával több napon át kínálnak programokat a gyermekeknek Gyergyószent Miklóson. A Dancurás Hegyi Mentő Egyesület tagjainak köszönhetően nem csak izgalmakban lehetett részük, hanem hasznos tanácsokat és ismereteket is szerezhettek mindazok, akik a Salamon Ernő Gimnázium előtti zöldövezetben bekapcsolódtak a hegyi mentők tevékenységeibe. A Salamon Ernő Gimnázium előtt várták idén is a gyerekeket és fiatalokat a Dancurás Hegyi Mentők. Az érdeklődők többféle tevékenységet is kipróbálhattak, ugyanakkor betekintést nyerhettek a hegyi mentők életébe is. Hagyományos, hogy itt a Salamonnál szeretjük tartani a gyereknapokat, mert itt van a sziklafal, ezt most még bővítettük két másik úttal, úgyhogy négy úton tudunk másztatni, tehát általában mászás szokott lenni a fő attrakció, de hát itt látható a hátam mögött még a slackline, ott még tudnak kicsit egyensúlyozgatni a gyerekek, közben aztán fogunk tartani szüneteket, akkor lesz majd egy elsősegélyről szó, tájékozódásról, az ő szintjükön, amit meg tudnak érteni és ami hasznos nekik, úgyhogy ez röviden ez a programunk. Sokakat vonzottak az itteni tevékenységek, kisebbek és nagyobbak is elidőztek a Salamon Ernő Gimnázium előtti zöldövezetben. A legnépszerűbbnek a sziklamászás bizonyult. Nekem nagyon tetszett, és most mászok először itt a falon. Legelőször, amikor felmásztam, akkor egy kicsit féltem, de aztán megbátrodtam. Az volt a legnehezebb, az a falmászás. Nagyon. És azt ma próbáltad ki? Igen. És meddig tudtál felmászni? Meddig? Hát a legfennebb. És aztán lejöttem. Azt tetszik a legjobb, hogy ilyen keresik meg a lábuk alatt, hogy hova tudják tenni a lábukat, meg a kezüket. Miket próbáltál ki? Hát egy úgy, hogy a kötélen átmentem. És még volt olyan, hogy felmásztam a kettő falon. Megfoghatod a karabinert is, fennebb jobb oldalt, azt már kell érni egy jobb kézzel, azaz, nyújj bele inkább, ne a nyelvét fogna, azaz. És nézd meg, keress a lábaidnak helyet, lábból nyomj ezt ki magad. Jó, és a lábaid, állj, vigyed fennebb a lábaidat. De jó, nagyon jó. Fel is érti. Nagyon ügyes. Hogy tetszett? Többfajta ügyességi játékkal és elsősegélynyújtási bemutatóval is készültek a dancurások, illetve lehetőség volt kérdezni mindenről, ami a hegyeket és a hegyi mentést illeti. Bárki, aki kedvet kapott és komolyabban érdeklődne a hegyi mentés iránt, szívesen látják a csapat munkatársai. Nekünk minden csütörtökön 7 órától szokott lenni a gyűlésünk a Bulletin osztálya szembe, tehát a Kárpátok utca 8 szám alatt, a szerver mellett, hogyha úgy ismerősebb az embereknek, és akkor be lehet hozni a gyereket, jár velünk majd gyűlésbe, jöhet velünk a programokra, közben megtanul mindent, megérzi, hogy van-e húzása még jobban erre a munkára, vagy inkább elzárkózna tőle, és így közben tanul velünk, és akkor majd hegyi mentő válhat belőle. A hegyi mentők délután 4 óráig várták a gyerekeket, hogy ezáltal még több kalandban lehessen részük. A kormány tegnap sajtóközleményben jelentette be a tanároknak tett végső ajánlatát, június 1-től havi bruttó 1000 lejes béremelést, a szakszervezetek által követelt emeléseket pedig 3 év alatt fokozatosan hajtják végre. Ez azt jelenti, hogy idén az év második felére a kezdő tanárok fizetése 40%-kal nő. A szakszervezetek képviselői kora este elutasították a kormány ajánlatát, ezért a sztrájk tovább folytatódik. A kormány közleményében ismételten felelősségre szólította fel a pedagógusokat, és arra kérte őket, hogy vessenek véget az általános munkabeszüntetésnek, és tegyék hozzáférhetővé a 3 millió diák számára a tanulást. Emlékeztettek ajánlatukra, amelyet a helyzet orvoslása érdekében az elutasítás ellenére is el akarnak fogadni a mai kormányülésen.
Május 25-én az Európai Parlamentben tartott szakmai fórumot az Európai Unió által finanszírozott projekt keretében, amelyben Hargita megye fejlesztési ügynöksége közös felelősséget vállal Hargita megye tanácsával. A brüsszeli konferencia célja felhívni a figyelmet a helyi értékeinkre, örökségeinkre, nem csak itthon, hanem az Európai Unióban is. A székelytermék védjegy múltjáról és a jövőbeli lehetőségekről, a digitalizáció fontosságáról és a rövid élelmiszerláncról, minőségbiztosítási és ellenőrzési rendszerekről, a piaci szereplők együttműködésének jelentőségéről, valamint a helyi, háztáji gasztronómiai értékekről, a nyersanyag helyben történő beszerzésének nehézségeiről szólt az a szakmai fórum, melyet Brüsszelben az Európai Parlamentben tartott Hargita megye fejlesztési ügynöksége, a CAP Activities, tájékoztatási intézkedések, a CAP népszerűsítése és elérhetőbbé tétele érdekében nevet viselő, az Európai Unió által finanszírozott projekt keretében. A székelytermék az egy 12-13 éves múltra tekint vissza, ami egy nagyon nagy előnyünk, de innen másképp kell gondolkoznunk ahhoz, hogy piacot tudjunk maradni. Azért próbáljuk akár a megyébe, Székelyföldön, Romániába, de az Európai Unió más országába is, ahol lehetőségünk adódik többek között most az Európai Parlamentben is arról beszélni, hogy digitalizáció fele kell a termelők is gondolkozzanak, illetve mi meg kell lépjük az online értékesítés mérföldkövét. Ezt azért próbálom hangsúlyozni, mert ez egy új időszámítás a termelők számára. A vásározás, a piacozás az nagyon jó, de mi most már a bizottság újraalakulása mentén, illetve a székelytermék metodológia teljes reformja után elkezdünk dolgozni a székelytermék applikáción. Az Európai Parlament épületében tartott szemináriumon Hargita megye fejlesztési ügynökségének képviselői és meghívottjai mellett számos érdeklődő is részt vett. Külföldi érdeklődők, akik jó példaként tekintettek a kezdeményezésre, valamint Hargita megyei fiatalok, akik Brüsszelben tartózkodtak. A fiataloknak ma soha nem látott igényük van az információra, az aktuális és gyors információra. Nagyon sok pályázati lehetőséget várunk Hargita megyébe 2023-tól kezdődően, ami egyrészt román kormányprogram, másrészt uniós forrás, és erről, hogyha nem tudunk megfelelő időben, akkor akár is tudnak veszni ezek a pályázatok, de mindenképp nem hívódnak le a megyénkbe. És mi ennek érdekében pályáztunk az információátadásra, a népszerűsítésre 2022-ben, és annak örülünk, és azt próbálom hangsúlyozni, 2022-23-as időszakra a fejlesztési ügynökség egyedülállóként nyerte meg a kiírást Romániában, és egyedülállóként pályázott meghívó jelleggel az Európai Unióban, úgyhogy ez egy nagy szó nekünk, azért vagyunk majd Brüsszelben, hogy ezt kapcsán tudjunk raportálni megfelelőképpen, és tudjunk tovább beszélgetni a digitalizációról, az online értékesítésről, illetve nem utolsó sorban a pályázati lehetőségekről, ami ma a fiatalok itthon maradását és szülőföldön való megélhetését, én azt gondolom a legnagyobb mértékben tudja befolyásolni. Akkor jönnek az a fiatalok, ha tudunk mutatni nekik alternatívákat, és tudunk hozni pályázati lehetőségeket. Hargita megye fejlesztési ügynöksége ezúton is köszönetét fejezi ki Winkler Gyulának, európai parlamenti képviselő úrnak és csapatának, Hargita megye tanácsának, valamint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemnek a projekt kapcsán nyújtott segítségért és a folyamatos együttműködésért. Még várják a jelentkezőket az Ákovita Nemzetközi Párlat és Pálinka versenyre, amelyet harmadik alkalommal rendeznek meg Csíkszeredában. Június 9-ig várják a jelentkező termelők mintáit, a bírálatra pedig június 16 és 18-a között kerül sor. A nevezett mintákat személyesen hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között postán vagy csomagküldőszolgálattal kell eljuttatni a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének címére. Az érdeklődők nem csak Hargita megyében, hanem Kovászna és Maros megyei gyűjtőpontoknál, valamint a Párciumban és Magyarországon is leadhatják a párlat vagy pálinka mintáját. A gyűjtőpontok listája megtalálható az Ákovita Nemzetközi Párlat és Pálinka verseny Facebook oldalán. A Békásszoros Nagyhagymás Nemzeti Park és a Gyilkostó Adventure Egyesület közös programjai idén bővülnek. A gyerekeknek tartott vízi busz és őszi madár gyűrűző program mellett nyilvántartásba veszik a Gyergyó Alfaluban és Borzonton fészkelő gólyafiókákat. A madarakon egyedi gyűrűt helyeznek el, ami alapján a világ másik felén is azonosítani tudják őket.
Újabb közös programokon dolgozik a Békásszoros Nagyhagymás Nemzeti Park és a Gyilkostó Adventure Egyesület. A MOL Románia és Polgártárs Alapítvány támogatásával ezen a nyáron három projektet is megvalósítanak. Ez a projektsorozat, ez már ötödik a láncban, és korábban visszanyúlik a jó kapcsolat a Gyilkos Adventure Egyesület, valamint a Nemzeti Park között, mivel a Nemzeti Park területén tevékenykedünk, mint barlangászok, és a Nemzeti Parknak is a denevér monitoringját végezzük, valamint az élővilágának, a Nemzeti Park élővilágának a megismertetését közösen a Nemzeti Parkon nagyon fontosnak tartjuk, és hát azt célozza meg ez a projektsorozat, hogy a térség gyerekei, a környékünk, a medencénk gyerekei megismerjék, hogy milyen sokszínű az élővilága, valamint a kőzettanó a térségnek, és főleg ezt célozzák meg ezek a projektek. Idén a Békénypatak élővilágát is vizsgálja majd a vízibusz hat iskola diákjaival. Szeptemberben a megszokott madárgyűrűzési programon is részt vehetnek a tanulók. Ebben az évben azonban egy igazi különlegességgel is bővült a program kínálat. A vízibusz és az őszi madár, gyilkostai madárgyűrűző tábor mellett kiegészül egy ilyen kétnapos golyafióka gyűrűző akcióval. Ez tekintette, hogy rengeteg kis területen található fészek van Alfaluba és Borzonton, tehát ez a tevékenység ott fog megvalósulni. Ennek az a célja, hogy megjelölik ilyen színes gyűrűkkel a golyafiókákat, amelyek később kirepülve bárhol a világon azonosíthatóak ezek az egyedi színkódos gyűrűk alapján, és rengeteg adatot szolgáltatnak a madarászoknak, úgy általánosan a tudománynak és a gólyák vonulásáról, hova térnek vissza, tehát az innen elment gólyák, hol láthatóak, hol telelnek, hova ide térnek-e vissza, vagy az ország más részeire, és egy jó alkalom környezeti nevelési tevékenységekre is. Tehát itt számítunk arra, hogy a helyiek, az alfalviak, azok ugyanis ott a házaik előtt fog zajlani ez a tevékenységük, kijönnek, a helyi iskolásokra is, érdeklődőkre, tehát bárki szívesen várunk. Ez június 27-28-án fog ez az akció zajlani. A látványos és érdekes gólyafióka gyűrűzésben segítséget nyújt a helyi villamossági vállalat is, hogy tudjanak hozzáférni a szakemberek a fészkekhez. A Maga természete szerint és Szabadon című Szilvási Karola életéről készült dokumentumfilmet láthatja a gyergyószentmiklósi közönség június 5-én, hétfőn este 6 órától a Salamon Ernő gimnázium dísztermében. A filmvetítést követően közönség találkozóra kerül sor Szebeni Zsuzsa forgatókönyvíróval, rendezővel. A filmvetítésre a belépés ingyenes. Második alkalommal szervezték meg a Sepsibuk könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált Sepsiszentgyörgyön május végén. Idén a fiatalokat helyezték középpontba. Idén is a lapoz élmény jelmondattal szervezték meg második alkalommal a Sepsibuk könyvvásárt és kortárs irodalmi fesztivált Sepsiszentgyörgyön május 25-e és 28-a között. Szonda Szabolcs, a Botpéter megyei könyvtár igazgatója, az esemény szervezője híradónknak elmondta, hogy a könyvvásár tavaly a legkisebbekre koncentrált, idén viszont a tínédzserkorú fiatalokat célozták meg főként a programokkal. Főmotto az maradt a tavalyról, a lapoz élményt, és az is maradt, hogy a gyerekek, a fiatalok azok különleges hangsúlyt kapnak a foglalkozásokban, a fókuszban vannak. Annyi különbség, hogy a tavaly a kisebb olvasók, a diákok, gyerekek voltak, most pedig vettünk egy nagy levegőt, és megpróbáltunk fókuszálni a kiskamaszokra, a tinédzserekre, akik külön kihívás jelentenek amúgy is a mindennapokban a könyvtár számára is, mint közönségréteg. A Sepsi Arénában szervezett eseményen a magyarországi, illetve az erdélyi és román szerzőkkel is találkozhattak az érdeklődők. A Sepsibuk program kínálatának kialakításakor fontosnak tartották, hogy két nyelvű legyen a rendezvénysorozat, a magyar és a román irodalmat és kultúrát is elhozták az irodalom kedvelőknek. A játszótereken és a könyvestandokon túl a kiállításokat is megtekinthették az eseményen résztvevők. A Petőfi 200 emlékév kapcsán az Így él Petőfi, Petőfi Sándor válogatott versei Laszfi János kommentjeivel című kötethez készített illusztrációkat lehetett megtekinteni, valamint interaktív versenyben részesülhettek a piros telefonokat megtaláló kíváncsiskodók.
Június 25-ig látható a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban a Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója előtt tisztelgő Magyar vagyok, Petőfi 200 kiállítás. A tárlatot életre hívó Nemzet Stratégiai Kutatóintézet 70 kárpát-medencei művészt kért fel, hogy fogalmazza meg művészi gondolatát a témában. Az alkotók Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Muravidékről, Franciaországból, Magyarországról és Erdélyből küldték el műveiket. A reprezentatív tárlaton egy igazi különlegesség is látható, Jankovics Marcell, János Vitéz című művének 3 eredeti kópiája. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, pinteken este a Stepdance Sportklub dzsungelkönyve című előadását tekinthetik meg. Hétvégén heti hírösszefoglalóval várom Önöket. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk itt a Fénytelevízióban. Szép estét, viszontlátásra! Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.